Mivel a Lexar kártyánk meghalt, kipróbáljuk őt, hogy tudja a 4K Ollit forgatni nekünk. De azt jelenti, hogy 25 képkockánk van natívan, semmiféle tömörítési átfűzéssel, minden egyes 25 képkocka másodpercenként ugyanazzal a tömörítéssel és kódolással van elraktározva a fájlunkba, ez eredményezi a 400 megabit per szekundumot. Kamerán belül, külső rögzítő nélkül szerintem ez már egy olyan vállalható minőség, ami akár én még nagy játékfilmet vagy játékfilmet is forgatnék vele, hiszen ugye ezt már egy 60D-vel is megtettük. Túl vagyunk a 7 percen, ami nekünk azért egy fasza információ, mert videóklippezni szoktunk leginkább, és nagyjából ugye a dalok többsége 7 percen belül azért megtörténik. Látunk-e drop frame-eket, vagy akármit, hiányzó képkockákat, ezt most mozgásba ki kéne próbálni. Forogjunk rá. Hát ugye nem tudnád olyan szépen húzni. Igen, hát, leszkennelné valamit. Zwei terabyte. Azért menjünk itt, hogy felpróbáljunk pár túracipőt, hogy ne halljunk meg a hegyen. That's my choice. Projektünk fő vizuális elképzelése a dupla expozíció volt, de még mielőtt ezt élesben forgattuk volna külföldön, azért teszteltünk egyet itthon a Rókahegyen. Amire szükségünk volt, azok a kiégetett hátterű, extrán lassított felvételek, plusz tájképek. Péntek este 8:30 van, Budapest a szívében vagyunk. Összeszedtünk minden technikát, mert összepakoltunk, most voltunk vásárolni, hétvégén kajánkat. Mindenkinek vettünk egy adag lencse és sólet konzervet, hogy jól lakjunk. És most, hogy így bevásároltunk, pont ma lépnek föl a srácok az ÉK, az A38-on, és még gyorsan megnézzük őket, mielőtt a hétvégén őket forgatjuk. Ők meg holnap, vagyis hát igazából kipihenik magukat a próbatermükbe, mert nem mennek haza, és onnan indulnak szépen majd utánunk. Mi meg hajnalban indulunk, és forgatjuk a tájképeket Szlovéniában, a Triglav Nemzeti Parkban. Diszpolt írok. Öt óra van, egy fél órás csúszással indultunk el, de most megyünk Pitéhez. Szia, én Pite vagyok, a drónos. Most szopni fogunk, mert Suzukival megyünk le, de jó lesz. Fájni fog, de jó lesz. Suzuki, a mi autónk nincsen. Nem érem.
5 eltévedés után megcsináljuk az első snittünket. Nem profi a csávó. Így kell járni, úgy kell járni. A Tarbéla film. Az első felszállás. De ügyes gyerek ez a pite. Szerintem a szar lehet itt bejárni a volán busszal suliba. Nézd meg körbe, bazd meg a fákat, hogy milyen durva helyen szállunk föl. Hogy nem szabad bazd meg elni? Mindenhol fa van, és mindenhol le fog minket árnyékolni minden. Szóval ez egy neccesen manőver lesz már csak ezért. És, ja, mert azért is, mert nem látok semmit. Lezuhansz, az a mi hibánk lesz? Igen, a Mártinnek a hibája csak is. Rácsatlakoztunk az iPhone-ra. Mindjárt megjelenik a térképünk. Nézd a normális mobilnek. Rendben, most viszonylag elmentek az útba. Megérkeztünk a szállásunkra. Ez itt az egész szoba. Ez itt a zenekar szobája. Valaki romantikusan itt együtt fog aludni. A nappali. Ahol Pite fog aludni. A konyha. A terasz. Ami most kicsit technikai terasz még. Ez itt a panoráma. Hát igen. Here we are. Elindultunk az M7-esen. Vetényénél átmentünk. Wow. Ez egy komoly fordulat. Egy ügyes húzással már is Ausztriában találtunk magunkat, ahol nem akartunk időt tölteni, ezért gyorsan elmentünk Olaszországba. Tudjátok, srácok, az a helyzet, hogy nekem 3 kedvenc országom van. Ausztria. És Olaszország, nem? Oh, the clouds stand for rain. Pite, mire várunk? Arra, hogy bejön a nap, és így utána egy hatalmasat szarjak a tegnapi. Mi volt az csilisbaptól? GoPro Hero 4. Majd úgy így áll, felveszik. Köcsök Szombat Máté felveszik, kecik meg. A klipet nem képekben, hanem minőségben mérik. Azt a kurva. Hát, menjá, kivana. Kivana. Mangártra megyünk fel a 2400 méteres hegycsúcsra, ahol a zenekart forgatjuk. Kb. Egy autónyi hely van ezen az úton. És beláthatatlan kanyarok életveszélye.
legkisebb dombra felmegyek, és amit ott érzek a szívemben legbelül. Meg a végtelen Hortobágy. Hortobágy, igen. Kell oda hegy? Köszönöm. Gyerekek, mondjátok meg őszintén, az Alföldre kell hegy? Nem. Így is jó. Mikor látod utoljára a szlovén déli bábot? Szerdán! És előre, ott van egy part. Oké, stopp! Jajajajaj! Lövünk pár snittet! Akkor ezt megnézzük, mert még egy Red Bull keretébe. Bence beparáztatott. Mit én mondtam, nem? Nekem a Bence mondta. Biztos, hogy vannak. Én azt mondtam, hogy ha kígyó volna, itt biztos, hogy szívesen élni. Egy kő alatt, nem? Hogy mellette. Ez az állvány mit csinál? Tartja a kamerát. Egy izé, mindig egy kebet tartja. Elég nem. Egy ezerhez, aki mindjárt köveken fetreng éppen már valószínűleg ott abban. Akkor ez 25 FPS, hogy marad? Szerintem maradhat 50. És most te hogy állsz, meg tudod csinálni előttem, vagy menjek inkább én előbb oda, és csinálj meg az én snitjaimat, és aztán... Nem tudom, hogy már befeküdte. Szerintem az a legkevesebb idő igazából. Mikor mennyi? Nézd, az orrod elé jönnek autó. Leforgott a klip, srácok, mit szóltok ehhez? Hú, geci jó érzés. Ezen túl máshol fogjuk játszani ezt a számot. Megmásztuk a 2400 méter magas Mangartot, amit kinéztünk magunknak, tök szép volt. Jó lett, mindenkinek tetszett. És hát ilyen képjárművekkel, mint a 2-es Suzuki Swift, megpakolva három emberrel fullon, meg egy Peugeot 306 vagy 206 kombi, valament föl a zenekar, és hát azért eléggé nagy kihívás volt ez mind a kettőnek, de túléltünk. 800 méter múlva, fordulj balra! Eljutott az ég klip az utómunka fázisba, mert lényegében a felét meg is vágtam. Ami az érdekesség ebben, hogy programot váltottam, most már DaVinci Resolve-ot használok, legalábbis ezt a projektet most abban kezdtem el megvalósítani, és nekem is egy tanulás, de lényegében ez ugyanúgy működik, mint ha egy operatőr egy kamerát kap a kezébe, amit még nem használ, gyakorlatilag 5-10 perc, és kiismeri, hogy mit hol talál rajta. Ugyanígy van az összes vágóprogrammal is, hogy készhez kapod, és nagyjából ugyanazokat a dolgokat akarod rajta megkeresni, hogy hogyan működik. És azt kell mondjam, hogy szerelmes lettem most a DaVinci-be, mert nagyon, nagyon gyorsan tudok benne dolgozni, mert egy nagyon kompaktan, faszán kitalált workflow az egész. És látszik, hogy sokkal inkább filmes szemszöggel lett kialakítva, mint mondjuk egy Premiere. Olyan paneleket építettek be iszonyú gyors eléréssel, amit alapvetően a filmesek szoktak használni, és tudni akarnak róla, hogy például milyen színtérben dolgoznak egyáltalán. Illetve még azért érdekes ez a fázis, mert ebből is látszik az, hogy ez az egész vlog sorozatunk nem kronológiailag halad. Ugye ez a második epizód, viszont a harmadik epizódban, a következőben egy olyan forgatást fogunk bemutatni, ami gyakorlatilag több mint egy hónapja történt. A Tündérvese klipet forgattuk, amiben én is basszusgitározok. Amint látjátok, közben a szemüvegemet is elvesztettem egyébként tegnap. Például azóta lett egy új vágógépünk, amit
Kovács Miklós Ármin épített, 12 éve legjobb barátom a Színászt stúdiónak a vágógépeit, amik eddig informatika terén nálunk keletkeztek, azt mindenki köszönhetem. Régi gép. Ha lenne 10 000 forintom. Pécés Mikike. Mindjárt lejtek 1 000 000 forintot. Sietek haza. Iszonyatosan durva erőművet terveztünk együtt Mikivel, és ő valósította meg, és gyakorlatilag a 4K-t úgy vágja, mint a vajat. Ez mind 4K proxik nélkül. Amit erről az egész ÉK projektről kell tudni, hogy ez is egy olyan félig szerelem projekt volt, amit hasonlóan, mint a Trillionhoz, hogy én, mint kliprendező, én akartam megcsinálni, és sikerült meggyőznöm a bandát arról, hogy ezt meg kell csinálni, és jó lesz. És mindezért ez sokkal inkább a sajátomnak tudom érezni, mint sok más olyan projektet, amivel fordított esetben engem keresnek meg. De lényegében ugye Oliverrel dolgoztunk már együtt a Trillion klippen, az neki nagyon tetszett, elmondta, hogy de jó lenne együtt dolgozni, és akkor amint megjelent ez a lemezük, én ezt megvettem, azonnal hoppá, így vigyázok rá. És akkor rábögtem, hogy na akkor térjünk vissza erre a kérdésre, ezt a számot szeretném megcsinálni. Nem látjuk az éket egyik klipjükben sem eddig image klipesen zenekarostul. Alapvetően én is így terveztem, viszont ez nem kifejezetten csak egy image klip lesz, hanem ebben a számban, a Mountains 2-ban sokkal több vizuális lehetőség van. Egyszerűen maga a számnak a hangzásaim iszonyú epic filmszerű. Mondta, hogy jó, csináljuk, ő bízik bennem, és én alapvetően úgy terveztem, hogy ez végre legyen egy olyan projekt, ahol csak jól érezzük magunkat, és szeretjük csinálni, tehát hogy jó érzéssel tölt el minket a forgatás, amihez nekem az kellett, hogy ne legyünk sokan, ne legyen egy iszonyú nagy stáb, akit össze kell fognom, ne legyen időkorlát, úgymond mondjuk a helyszín miatt, szóval ne üljön senki a fejünk fölött, csak legyen az, hogy fogjuk hárman, vagy ketten, hárman beleülünk egy autóba, kimegyünk pár cuccal, egy kamerával, egy kameramozgatóval, és mondjuk egy drónnal utazunk el valahova, és forgassunk egy szép klipet, és csak érezzük jól magunkat, és ez meg is valósult, ezért szeretem ezt csinálni. Mert olyan zenekarnak, aki valóban imádok, szeretek, kedvenc magyar zenekar egyike, és lehet, hogy nem feltétlen akkora referencia érték, mintha hetente csinálnánk két A-kategóriás előadónak klipet, ellenben sokkal jobb érzés az, hogy olyan zenekarnak csinálhatok klipet, akit én tényleg szívből szeretek. Egy olyan számra, ami csodálatosan szép. A számnak is van egy olyan építkezése, ami iszonyúan patentül ki van találva, és ahogy vágásban ezek az előre kitalált jelenetek a helyükre illesztődnek, és megjelenik, valóban látom azt, hogy amit én rendezőként elképzeltem, valóban úgy, olyan formában a helyére kerül, egyszerűen beleborzong az ember, szóval iszonyú jó érzés. És ilyen rég volt már velem, jó érzés ilyen projektet csinálni, amit teljes mértékben a sajátodnak tudsz érezni, még ha úgymond egy megrendelt munka is. Alkalmazott művészet, amiben ugyanúgy ki tudsz teljesedni, ha szeretnéd. Találkozunk a következő epizódban a Tündérvese klippel.